Meggyes rétes, csőröge, hurka, kolbász, strapacska, csak néhány a közül a több mint 40 hagyományos tirpákétel közül, amelyet szombaton és vasárnap kóstolhattak a Tirpák Fesztiválra látogatók. A rendezvényt idén 5. alkalommal rendezték meg, és bár az idő nem volt túl kegyes, akik különleges ízekre vágytak, azokat az eső sem tartotta vissza. A rendezvény célja az az, hogy a helyi és a megyei gasztronómiával, meg hát országosan is megismertessék az embereket a különböző ízekkel, ízharmóniával. Nagyon sok csapat érkezett, ugye elsősorban megyeiek és helyiek, iskolák, civil szervezetek, de különböző város, idegen városoknak is itt vannak a csapatai. Zsesabból például a két legjobb séf érkezett, aki a főtér legjobb éttermének a két szakácsa, Ivano Frankisk is főz egy elég nagy és jellegzetes ukrán étel. Illetve Eperjes, aki tavaly itt volt, kedvet kapott ahhoz, hogy egy nagyobb csapattal jöjjön el és főzzön itt Nyíregyházán. Szóval nagyon sokféle ízt lehet majd itt kipróbálni. A Máté Szalkai csapat úgy állította össze a menüjét, hogy mindenképpen legyen benne egyedi étel. Ezért a pergelt strapacska igen különlegesnek bizonyult. Hát ez attól különleges, hogy gyerekekkel csináltuk, ez mindenképpen. Attól különleges, hogy nem kell otthon babrálni a háziasszonynak. Meg attól, hogy egy olyan tokaszalonnának a zsírjába lett pirítva a párolt káposzta, a savanyú káposzta, hogy ez egy különleges ízt ad egésznek. És aztán már csak egy kis bors kell rá, és már két is az isteni étel. Egy kiadós ebéd után pedig lehetőség volt pálinkát is kóstolni az idei rendezvényen. A felhozatalt pálinka lovagok segítségével állították össze, így kaphatott helyet a Kossuth téren 5 megyei pálinka főzde, köztük például a közismert napkori cég Alma, Körte, Megy vagy Szilva szüretelése is. Most vagyunk itten először, avval a céllal érkeztünk ide, hogy a közönséget kiszolgáljuk jobbnál jobb pálinkával. Szerintem meg lesznek elégedve a minőséggel. A látogatók nem csak az ételek és a pálinkák minőségével, illetve változatosságával lehettek elégedettek. A színpadon az utóbbi időkben nagy sikernek örvendő retró zenei stílus legnagyobb hazai képviselői mellett dr. Almán szórakoztatta a közönséget.